Székutason közösségi megemlékezéssel tisztelektek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt, amely a Gregus Máté általános iskolában kezdődött. A fiatalok ezt követően emlékfutással rótták le tiszteletüket a hősök előtt, amelyet történelmi vetélkedő, illetve a település központi ünnepsége követett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára nyílt kiállítás a Székutasi Emlékházban, amelyen Szél István polgármester mondott köszöntőt. A magyarság sors kérdéseiről csak mi magunk dönthetünk, erre tanít minket 56, mondta beszédében a település első embere. A Magyarország történelmében példátlan mértékű megtorlást tetézi, az emlékezet eltörlésének kísérlete, tette hozzá Szél István. 56-ban a magyar embereknek elege lett. Elege lett az elnyomásból, a megfélemlítésből, a kisemmizésből, a padlássöprésekből, a koncepciós perekből. Az 1956-os forradalom azért tört ki olyan elementáris erővel, mert a magyar nép nem tudta befogadni azt az idegen szellemet, azt a ránk erőszakolt, hagyományainktól teljesen idegen és közutálatnak örvendő kommunista diktatúrát, amely a magyar néplélektől a lehető legtávolabb áll. Manapság újra külső hatalmak akarják megmondani nekünk és Európa népeinek, hogyan éljünk, utalt Brüsszel bevándorlás politikájára Szél István. Ezért is tartom kiemelkedő jelentőségűnek, hogy október 2-án európai népei között elsőként mondhattunk nemet Brüsszel bevándorlás politikájára. Nemet mondtunk arra, hogy mások döntsék el helyettünk, kikkel éljünk együtt. A magyar nép akárcsak 56-ban most is egységesen állt ki a nemzeti szuverenitásunk mellett. Rólunk beszélnek minden nyelven. Sikong az éter, és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. A település ünnepségét az 56 csepp vér című irodalmi összeállítással tették teljessé a szervezők, majd fáklyás emlékmenet vonult a forradalom emlékművéhez, ahol koszorúikat helyezhették el az egybegyűltek.